Jó napot kívánok! Ó, emlékeztek még, milyen volt a múltkor, amikor konyharuhával dolgoztatok? Nagy fantáziával, hányféle állatot lehetett beleképzelni ebbe a konyharuhába, ami nem ez volt. De hasonló. Most egy nagyon érdekes, másféle eszközzel fogunk dolgozni. Egy gumival. Ez egy gatyagumi, amin középen ilyen apró lukak vannak, eredetileg azért, hogy a gombokat be lehessen gombolni, de nekem nincs gombom. Viszont nagyon sok mindenre jó ez a jó kis ruganyos gumi. Például a képzeletbeli állatkertünkbe csinálhatunk egy olyan területet, ahol az állat barátaink valamilyen formában társadalmi életet élnek. Látjátok, elég nehéz ezzel a gémkapocssal összekapcsolni ezt a gumit. Azon gondolkoztam, hogy vajon miért hívják ezt gémkapocsnak, és megnéztem a dobozon, az volt gémkapocs. De én nekem mindig a kanalas gém jut róla eszembe egyébként. Például csinálunk egy ilyen kis valamit. Mi legyen ez? Területjelző gumiszallag kompozíció. És amit találtam itt a kertben, egy jó kis faágakat, ezeket itt betűzdelhetjük, és akkor például lehet ez egy őszi erdő, például, ahol a fákat vagy szélcibálja. Vigyük csak ide a lukakba, rakom. Ebbe megpróbálom, hogy a két gumit úgy beállítani, hogy ne mozogjanak el a fák. Nem sikerül, nem baj, annál izgalmasabb lesz majd a vihar jelenet, amikor az állatok, szegények, például őszi szél tépi a fákat, című jelenet. De ahogy így elnézem, lehet ezt másra is használni, ezt a gumit. Van egy másik gumi, ez. Milyen állat jut róla eszetekbe? Szerintem egy kígyó, nem? Ja, nem látszik a fehér asztalon. Nézzük meg, hogy itt a virágszirmok és a fű között hogyan tekereg a kígyó. Kötnénk rá egy szérnát, akkor lehetne így is húzigálni, de nekem most nincs szérna. Én azt találtam ki. Csinálhatnék belőle egy jó kis fejdíszt. Megnézem, hogy a fejem így sapkával együtt milyen nagy, vagy milyen kicsi, és a két gumit, láttátok, hogy a két gumit így összefogom, megfelezem, és úgy rakom őket össze, hogy duplán legyenek a gumik. Vagy a gumi duplán legyen. És összefogom a végét ezzel a kanalas gémkapocssal, vagy kanáltalan gémkapocssal, már is kész a remek kis fejdíszünk, nézzétek meg. Fölrakom a fejemre, így. Ha. És azokat a fákat, amik az előbb az erdőben hajladoztak, berakom magamnak mondjuk szarvasagancsnak. Ja. Milyen? A szarvas. Na, a trükk most jön. Mert képzeljétek el, hogy nem elég, hogy az agancs a fejemen van, csinálok egy jó kis szarvas állarcot, hogy ott legyen ez egy piros fejű szarvas, csinálok neki fület, mert a szarvasnak nem csak agancsa van, hanem füle is. Ilyen hosszú feje van a szarvasnak, legyen itt az orra, és mosolyogjon, mert azért nem egy szomorú szarvas, hanem vidám, és csináljuk neki szemet, mondjuk legyen szemüveges, jó, mert ez egy idősebb szarvas, egy ilyen markánsabb, tudományos szemüveget hord, vagy szemüveget, így, itt van, és a szemüveg mögül néz ki bűlű szemekkel, amiket most kivágok itt a papírból,
mert az a nagy titok, hogy én fogok kinézni ezeken a lukakon nem sokára, mint lehullott az állarc. Tehát remek első osztályú lukak készülnek. Természetesen az így keletkező papír szemeteket a filmforgatás után össze fogjuk szedni, mert nem szemetelünk a szép virágos rétre. Sőt, arra is gondoltam, hogy akkor már kivágom egy kicsit jobban is ezt az állarcot. Így. Elnagyolom ezeket a mozdulatokat, és látjuk, hogy a két gumi közé, most kiveszem az agancsomat addig, a két gumi közé be tudom illeszteni ezt az állarcot, tegyük meg ezt alulról. Így. És ha sikerül, egy sikeres szarvasra találkozhattok. Azt tudjátok, hogy a szarvasok azok, ami után már jól kibőgték magukat és párbajoztak, utána elhullatják ám az agancsukat az erdőben, és minden évben új, egyre nagyobb agancsot növesztenek. Jó estét kívánok! Én vagyok az csoda szarvas. Kicsit megöregedtem, de még jó erőben vagyok. Hopp. Ennyi volt. Még csináltunk más állarcot is, természetesen, de most szerintem nem menjünk ebbe bele, hanem gondolkozzunk, hogy még mire lehet használni ezt. Jó kis gumiszalagot. Hoppá! Kiszedem a viharban hajladozó erdőfáit, és mi maradt itt? Egy jó kis gumiszalag. Mit lehet vele csinálni? Én szerintem mindenki nagyon ki fogja találni. Lehet vele most valamit légi útra indítani, mondjuk legyen ez a papír. Meghajtogatom ezt a papírt. Természetesen most sietek, hogy ne raboljam senki idejét. Most ilyen lett az a hajtogatás, de egy profi az sokkal jobban meg tudja hajtogatni. Nézzétek, én itt hajtom, hogy legyen egy kis hely itt középen. Így helycsú hely. És azért, hogy vidámabb legyen ez a papír, rajzolok neki egy arcot. Két piros szemet, egy piros orrot és egy nagyon vidám szájat. Ő lesz a repülő. Bár igazából lehet, hogy nem így kellett volna rajzolni az arcot, mert majd így fog repülni. Sem baj. Megfordítom, és egy alternatív arcot rajzolok neki. Ezt már zölddel. Két zöld szem, egy hosszabb bor, és egy úgy szintén vidám száj. Na, figyeljetek ide. Még azért fölírok valamit, egy titkos üzenetet. Titkos írással, papírra, amit senki nem láthat. És ezt a levelet most pedig el fogom küldeni. Gumimon, látjátok, így tudom így bebigyeszteni a gomba. És jelen. Most jövök rá, még a fejemen van a fejvíz. Lehet ebből a lúttolból, amivel annak idején Vörös Marti Mihály írta a verseit, lehet, hogy csinálok vele egy indián fejvízt. Például. Vagy, hogyha nem vagyok ennyire harcias, akkor tűzhetek virágot. Szelíd indián vagyok. Aki ibolyát és ne felejtset. Tűzött a fejdíszébe. Esetleg még egy agancsot is. Tol mellé. És közben meg az jutott eszembe, hogy hogyha csinálunk kígyót, akkor például ki is színezhetjük ezt a jó kis gumiszalagot, mert nagyon jól lehet rá színezni, meg hogy kihasználhatjuk ezeket, hogy nézzétek, hogy a lukak között lehet ilyen játékos vonalakat húzni, és jó kis sormintákat adok, egy piros pontot magamnak, és adok egy piros pontot nektek is, és adok egy piros pontot annak is, akinek ajándékba szeretnétek adni. A legnehezebb ebben az egész alkotásban
hogy az ember hogyan tudja összekapcsolni a gumiszalagot önmagával. Én ezt a gémkapcsot használom, mint már mondottam, kanalas vagy kanalatlan gémkapcsot, és így látjátok, így áthúzom, hogy a lukba mind a kettőnél itt legyen ez a gémkapocs. Hogyha erősebben akarom, hogy kapcsolódjanak, akkor még egyet is ide rakhatok, és így föl tudom szerelni bárhol. Hú, van itt egy doboz. Mindenből lehet hangszert csinálni. Én nagyon szeretek hangszereket csinálni, és kitaláltam, hogy ebből csinálok most egy ilyen dobozbőgőt. Tudjátok, ez a doboz, ez felerősíti a hangot. Egyébként ennek a szalagnak amúgy is van hangja. Gyertek egy kicsit közelebb. Hogyha ide teszem ki, akkor a szájüregem felerősíti ezt a hangot, így lehet dorombolni rajta. De ebből most egy nagy vegyőt csinálok a dobozból. Mondjuk, most nem fogok azzal pepecselni, hogy ezzel a gémkapocssal illeszem össze a gumiszalagot, hanem egyszerűen megkötöm, és kész van a hangszerem. Figyeljük csak, milyen hangja van. Közelebbről jobban szól. Mint egy nagy bőgőnek. Közben még dobolhatunk is a dobozon. Találjuk ki, hogy kinek ment ez a titkos írással elküldött üzenet, ami úgy elrepült, még akkor, amikor nem tudtuk, hogy itt a vége, fuss el véle. Hallgassátok meg a kérdést. Az egykori Hubertus szövőgyár ma is működik, csak a nevét változtatták meg. Eheti kérdésünk az, hogy mi a mostani neve az Illésházi utcában működő szövőgyárnak. A választ írjátok meg hozzászólásban. És hogyha van ötletetek, hogy mire lehet még használni ezt a gumiszalagot, akkor osszátok meg velünk, majd írjátok.